szélesebben látsz, hanem a keretek nagy része az nagyon meg tudja zavarni a... Fölveszem Juditnak meg Attilának. Nagyon meg tudja zavarni a csiáramlást. Tehát ugyanúgy, mint amikor körbeérnek fémek. Tehát ezért szokták a törzseknél, amikor még tényleg a régi törzsi ékszereket látsz, hogy úgy csinálni az ékszereket, hogy nem érnek össze. Emlékszel, hogy ezek a régi törzsi ékszerek olyanok szoktak lenni, hogy nem érnek össze. Mert ők ezt még mindig figyelembe vették, hogy ha egy fém teljesen körbeér, akkor az erősen befolyásolja a csiáramlást. Most ez így nagyon misztikus fénybeállítás, ez jó így? Nem, annyira nem. Szóval szerintem nem baj, ha van egy kicsit egyenletesebben, mert aki még nem volt 10 évet egy ilyen, vannak ezek a meditációs házak, nem tudom, láttátok-e, ahová csak beadják az élelmet napjába egyszer. És akkor nem jönnek ki, de a meditációs házon belül is, hogy még jobban tudjon meditálni, van egy olyan, mint egy ilyen meditációs gödör, egy ilyen magasabb fallal, hogyha kicsit elalszik és eldől, szóval ilyen nagy baj, tehát az rögtön megtartja. Maga az egész meditációs ház kb. 2 méter x 2 méteres, tehát abba él mondjuk 5 évet, vagy 10-et, vagy ilyesmi. És akkor van egy ekkora, mit tudom, ilyen 25x25 cm-es nyílás, ahol beadják a kaját. És a WC hol van? Hát ez a, képzeld el, hogy ugye egy páran, akikhez divatba jött a 60-as évekbe, és megpróbálták utána csinálni, tehát nem 5 év után, de 1-2 hét után amputálni kellett a lábat, nem annyira nem volt keringés benne. De ez a csodálatos, hogy ők megcsinálják, hogy benn vannak mennyi ideig, és nem, szóval nincs ilyen keringési zavaruk. És nem mozognak? Nem jönnek ki évekig. De amikor kijönnek. De ki tudja, ki tud jönni, ki tud jönni. Teljesen normálisan. Tehát én láttam olyanokkal interjút, akik már többször mondjuk 10 évet bent töltöttek, és simán működtek. És idős emberek. Kolostorban élnek tovább. Csak a kolostoron belül is még bemennek ilyen hogy ne legyenek kitéve olyan ingereknek. Tehát, hogy klasszikus életre már nem alkalmasak ezután. Én azt nem mondanám, hogy nem alkalmasak, de hát nem is cél. Nem is cél. Tehát ugye ezt azért választják, hogy magukkal olyan szinten kapcsolatba kerüljenek, ami nem nagyon lehetséges, legalábbis a többség számára nem nagyon lehetséges, ha állandó külső ingerek elterelik a figyelmedet. Tehát ugye ezt a nyugati élettanba is tudjuk, tehát hogy a fraktál természete a szövetnek az egyértelműen azt mondja, hogy a legkisebb szövet darabban is benne vagy teljesen, illetve a világnak a fraktál természete azt mondja, hogy tehát te benned ott az egész világ, de nem figyeled meg, mert állandóan van valami, ami vagy azért, mert fontos, vagy azért, mert érdekes, vagy azért, mert valamiért úgy érzed, hogy kényszerítve vagy rá, tehát eltereli a figyelmedet. És akkor keresnek olyan módokat a különböző kultúrákban, hogy ne tudja elterelni a figyelmedet. Ugye, tehát az egyik leghíresebb az Andokban, ilyen törzs, a kogik, azok, akik először a 80-as években, vagy 70-es évek végén, vagy 80-as években engedtek be oda egyáltalán egy darab európait a területükre. Ugye nem is nagyon tudtak róluk, hogy vannak, mert viszonylag megközelíthetetlen helyen voltak, de egy kicsit lehetett róluk tudni, és itt nem arról van szó, hogy ők nem tudnak a mi világunkról, mert én láttam azt az első BBC dokumentumfilmet, amikor meghívták a BBC-t, és nagyon célzottan hívták meg a BBC-t, és egy olyan törzstag hívta meg, aki teljesen
folyékonyan beszélt angol-angolul, és olyan egyetemre járt, hogy ezt minden szinten uralta. Tehát ők folyamatosan figyelik a környezetet, de nagyon meggondolják, hogy kit engednek be. És tulajdonképpen ők, amikor kiválasztanak például olyan gyereket, akire azt mondják, hogy születésénél fogva érdemes lesz megfelelően tanítani, akkor 7 évig nem láthat fényt a gyerek. Tehát egy barlangban él az első 7 évben például. És csak arra mondom, hogy az érzékenyítésnek ugye nagyon sokat használják a különböző törzsek azt a módját, hogy nincs olyan ingerlús környezet, tehát meghatározott ingerek érik csak, hogy saját magát nehogy elhanyagolja. Mert abban a pillanatban, ha nagyon sok inger ér kívülről, akkor rögtön elhanyagolod saját magadat. Egyébként voltak olyan tanulmányok, hogy megnézték azokat a törzseket, ahol különböző helyeken ez szokás volt, az első 3 évben a gyerek csak pólyában volt. És ugye vitték a földekre is, vagy ahova éppen mentek, dolgoztak, lerakták, és a sokkal-sokkal jobb volt a tanulási képességük utána, és a mozgásban a lemaradásokat egy pillanat alatt behozták. Tehát nagyon-nagyon gyorsan be tudták hozni. Hát ezek elég komoly tanulmányok voltak, úgyhogy ez elég biztos. Tehát nincs, nem volt lemaradásuk, viszont az érzékenységük az sokszorosabb volt azok, akik nem így nevelkedtek. Tehát ami óriási probléma, Kriszta, gyere közelebb, ott kívül vagy, ez nem jó. Te engem láttál, de a többiekkel is legyél ilyen értelemben kapcsolatban. Azt tegyed ki a körből, és akkor ennyi. Nem, én a rendszertelenségnek nem vagyok ellene, tehát a legtöbbször, amikor így olyan helyen tartok tanfolyamot, ahol nem fix széksorok vannak, hanem csak úgy be vannak rakva a székek, ott szó szerint először csinálok egy rendetlenséget, vagy csináltatok, de a kör mondjuk azt valamennyire elviselem. De ha egy valaki úgy a körből kilok, ez komolyan mondom, ez ugyanazzal összefügg, amivel az előbb beszéltünk, hogy inger dús, vagy inger, hogy mondjam, olyan értelemben célzottan inger szegény, hogy fölösleges dolgok ne érjék az embert. Tehát most gondolj abba bele, hogyha valaki tanulni akar, vagy meg akar írni egy fontos tanulmányt, akkor nem érhetik állandóan ingerek, tehát akkor az nem megy, hogy a telefonja kb. 20 másodpercenként zizeg, mert kapott egy üzenetet, egy e-mailt, egy nem tudom mit. Tehát ahhoz, hogy... Igen. Itt még van egy... Nem. Tehát ahhoz, hogy az ember tényleg a saját dinamikájával foglalkozzon, és itt még egyszer mondom, a saját dinamika a lényeg, ahhoz azért elég lényeges, hogy legalább az elején megtanulja követni a saját dinamikáját. Tehát azt tudom mondani, hogy én Párizsban 80-as években, amikor komoly, tehát ami elég nehéz, tehát sokszor olyan dolgokat olvastam, ahol egy mondat hosszabb, mint egy oldal egy könyvben. Tehát ahol viszonylag sok, mondjuk úgy, hogy oldalág is van a gondolatban, azt a legjobban, a legforgalmasabb metroállomáson tudtam olvasni. Mert akkor már eléri tulajdonképpen a környezeti ingerek sokasága azt a szintet, ahol már egyes ingerek nem vonják el a figyelmet. Tehát az már egy olyan típusú alap, mint egy zene. Tehát az már egy olyan típusú alap, mint azt mondanám, hogy egy teljesen random. Tehát egy teljesen, amit matematikával kaotikusnak mondanak, tehát, de hát az a legnagyobb rend, a kaotikus mozgás.
Most visszatérve így az érzékenyítéshez, tehát a különböző törzsek ugye azt találták, hogy akik nagyon érzékeny gyereknek születtek, tehát azokat, tehát például nem adnak sót az első 7 évben semennyit a gyereknek. Tehát természetesen a növényekben van só, tehát itt nem arról van szó, hogy bármiben hiányt szenved, csak nem vonják el sem a szemét, sem az ízlelését, tehát semmit nagyon erős ingerekkel a természettől. Tehát nincsenek ilyen elkülönített, nagyon erős ingerek. Most ez természetesen nagyon furcsának tűnik így a mostani nyugati világban, mert itt egy az emberek, mert vannak ilyen készülékek, lehet ilyet venni, hogy ha teljesen sötétbe, teljesen hangszigetelt helyre kerülsz, ráadásul még tehát mondjuk úgy, hogy lebegsz is, tehát egy ilyen kvázi súlytalanságot el lehet érni, ilyen vizes közeggel, tehát ha így vagy, a legtöbb ember 5 percet sem bír ki ebben, még akkor is, ha ő egyáltalán ilyenért pénzt ad ki, és jelentkezik, hogy ez őt nagyon érdekli, mert ő szokott meditálni, és így tovább. De mit csinál akkor? Hát olyan pánikba, szó szerint halálfélelme lesz. Szó szerint halálfélelme lesz az embereknek. Tehát itt olyan, mondjuk úgy, hogy folyamatos eltereléshez, olyan folyamatos szétszocsákhoz van ilyen értelemben mindenki szokva, hogy nagyon nehezen viseli, ha saját magával ugye egyedül van. És hogy ne nagyon, tehát semmi ne nagyon zavarja, így a ezt most lehet csiáramlásnak mondani, ezt lehet azt mondani, hogy te jóval legyél magaddal, úgy is lehet mondani, mert ugye a csiáramlás megfigyelése az a saját magadat figyeled meg, tehát a ilyen értelemben elkezdesz jóval lenni magaddal. Hogy ezt ne zavarja meg semmi, erre nagyon odafigyeltek így módszeresen a törzsi életben, és később is a ugye, kolostori életben, hiszen olyan elfoglaltságokat találtak ki, akkor is, ha Japánban például ugye, több olyan hagyomány van, hogy ezeket a magadra figyeléseket, ezeket folyamatos mozgásban csinálod. Tehát ennek is megvan a kultúrája, ugye főleg a Sintóban, de máshol is, hogy napi hosszú órákon keresztül mozogsz, tehát egy kicsit hasonló, mint a mai állóképességi sportok. Most nem feltétlen profi sportról beszélek, de nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy nem tudom, körbefutják a Balatont, meg minden ilyesmibe. Tehát, és ebben nem az a lényeg, hogy most nézik, hogy most feltétlenül milyen az időeredményük, hanem hogy egy idő után olyan állapotba kerülsz, amikor már tehát, mint amikor olvastam a metroállomáson, tehát, hogy már az csak egy, mint egy színes szövet, ami körülötted van. Tehát már nem köti le a figyelmedet, és már tényleg csak magadra figyelsz, már magaddal vagy. De nyilván az első óra még nem feltétlenül ilyen, ha bár már egy 3-4 óra után, amikor már a perifériás keringés sokkal jobb, akkor már azért jelentkeznek ezek a dolgok, tehát akár korán is jelentkezhetnek. Ugye egy negyed óra után, ha megfigyelitek, ez lehet mondom sima séta is, az a lényeg, hogy ne tötyörgés, vagy ne ilyen kirakat nézegetés legyen, de egy sima sétánál is negyed óra múlva az idegrendszer kikerül abból a gondolatvilágból, amiben ugye általában van. Tehát egy kicsit el tud kezdeni magával foglalkozni, már nem annyira ezek a külső ingerek érdekét. Egy 3-4 óra múlva, amikor már jó a perifériás keringésed, ugye, tehát körülbelül annyi kell ahhoz, egy 40 percet szoktak mondani így az élettankönyvek, de durván egy 3-4 óra után már érzed, hogy egy egész más állapotban vagy, pusztán azért, mert jobb a perifériás keringésed. De ez nem sportteljesítménytől függ, tehát itt nem az órát kell nézni, ilyen szempontból, hogy most hány kilométert tettél meg, hanem a saját, mondjuk úgy, hogy
terhelhetőségethez képest, tehát a saját teljesítményhez képest, és akkor ez az enyhe izzadás és állapot, ha tovább megy, ugye erre mondjuk, hogy gyógyító tud lenni 3,5 óra után, mert akkor van az már, hogy már a mája teljesen más állapotba kerül, és ha a mája elkezd jobban működni az embernek, akkor szinte minden elkezd jobban működni. Na most ezért van az, hogy szoktak Japánba menni olyan kolostorokba emberek gyógyulni, ahol ugye reggel 4 óra futással kezdenek, és aztán utána is nagyon keveset engedik aludni az embereket, tehát létrehoznak egy folyamatos teljes test hipertermiát. És ebben a teljes test hipertermiában ugye azt tudjuk, hogy már vagy 30 éve próbálunk olyan szerkezeteket előállítani, hogy lehet kvázi passzívan ilyen hipertermiás állapotba kerülni, mert mondjuk ha szaunában van az ember, az senki nem bírja, hogy 24 órát, és holnap is 24 órát, és így tovább, tehát így szaunában van. Tehát az nem megvalósítható. Tehát keresik a megoldásokat. Ugye elektromágneses térrel ezt meg lehet oldani, hogy enyhén lassú főzés, ugye? Tehát ilyen értelemben a mikro is így működik, tehát ezt meg lehet oldani elektromágneses hullámokkal. De nem tudjuk, meg más az elnyelése, energiaelnyelése egyik szövetnek, más az energiaelnyelése a másik szövetnek. Tehát ez csak helyi kezelésekre használható, és viszonylag közel a bőrfelszínhez. Ha valami már nagyon messze van, akkor már nem. Tehát az elektródokhoz közel lévő területeket lehet csak így kezelni. De az egész testet nem. Tehát az egész testre más megoldás nincs, mint hogy az ember magát ilyen állapotba hozza, és ugye azzal a mozgással tudod ilyen állapotba hozni magadat, illetve azzal, hogy folyamatosan egy ilyen meditatív állapotban vagy, és viszonylag keveset alszol. Na most maga az agy, ugye meditációban ugyanolyan állapotba kerül, többé-kevésbé, mint alvásban. Tehát nem arról van szó, hogy az agyadnak hiányzik a kimaradt óra, hanem nem vagyunk hozzászokva, hogy ezt így tudatosan fönntartsuk. Tehát aki meditál, amikor már elér egy bizonyos szintet, nagyon hasonló, mintha különböző alvás fázisokban lenne, és meg tudja csinálni, mintha folyamatosan nagyon mély alvás fázisban lenne. Vagy egy idő után már bármit megcsinál. Tehát, de ez nehéz. Tehát ezt mondjuk, aki épp most betegedett meg, az nem tudja. Viszont ha elmegy Japánba egy ilyen kolostorba, akkor ott létrehoznak az életmóddal egy ilyen folyamatos hipertermiát. És általában rendbe jönnek az emberek, mert nem tudom máshogy mondani, hogy a betegsejtek nem bírják ezt a folyamatos magas hőmérsékletet. És az egészségesek meg bírják meg. Meg amikor, ugye hát azért minden nap van egy olyan időszak, amikor kvázi csak ugye hagyod magad, és úgy alszol, és akkor az alatt az időszak alatt bőven tudnak regenerálódni azok a sejtek, amelyek még egészségesek, és amelyek meg nem, hát elhalnak, ugye apoptózisra is, és akkor utána vagy azért elhalnak, mert annyira elsalakosodnak, és akkor utána rendbe jön az ember. De amit akarok mondani, hogy a más állapotba kerülés, illetve pusztán, hogy magadra figyeljél, tehát az elérhető azzal, hogy folyamatosan mondjuk mész. Tehát nem csak azzal, hogy folyamatosan próbálsz a semmiben lenni, hanem automatikusan, ahogy már órák óta kocogsz, ugye, mert ezek azért nem világcsúcs tempóba csinálják ezek a szerzetesek a mozgásokat, hogy órák óta kocogsz, tehát könnyű csak azzal foglalkozni, amivel akarsz. Tehát már egy idő után egyáltalán nem vonja el semmi a figyelmedet. Tehát ez ilyen szempontból nagyon lényeges. Na most, ugye ezek a törzsek, amelyek még mindig, vagy legalábbis az én életemben még léteztek, de még mindig létezik egy pár ilyen törzs, ezek azért nagyon ügyelnek ilyen dolgokra, hogy milyen ruhát
szereket hordanak, és ők nem szoktak olyan fémet hordani magukon, ami teljesen körbeéri őket. És ez a szemüvegkeretre is érvényes, ezt 80-as években jó pár ezzel foglalkozó ember ott nézegette sokat, és pusztán sokszor attól jobban lett egy-egy betegük az orvosoknak. Tehát én ott sok ilyen, mondjuk úgy, hogy holisztikus orvossal voltam kapcsolatban, és pusztán attól jobban lett a betegük, hogy más lett a szemüvegkeretük. És főleg a fémkeretek? Nem, műanyagra is, tehát én nem tudom megmondani, hogy pontosan mi okozza azt, hogy valakinek valami passzol, vagy nem passzol, de itt nem könnyű. Itt nézem, hogy nem ér össze. Itt könnyű, az árfi ezeket ki tudja mérni egy pillanat alatt. Tehát ha van ilyen kérdés, de nagyon fontos tud lenni. Tehát nagyon. Tehát ezt úgy tudom mondani, hogy ha csak 10%-át elveszi az energiádnak, az már nagyon sok. Nagyon. Tehát én azt szoktam mondani, hogy, és ezt most gondold át, neked az immunsejtjeid, mivel állandóan a levegőből valami ide bejut, például az immunsejtjeid állandóan dolgoznak. Amikor jól vagy, körülbelül ugyanúgy dolgoznak, mint amikor nem vagy jól. De azért tudsz akkor megbetegedni, mert akkor az immunsejtjeidnek a teljesítő képessége alacsonyabb. Tehát nem ilyen értelemben a környezet, ami jobban megbetegítő a legtöbb esetben, hanem neked az immunsejtjeid aznap kisebb teljesítő képességgel bírnak. Tehát ezért fontos, hogy ne csökkentsük le különböző dolgokkal a teljesítő képességünket, mert valójában ez az egyetlen, ami az egészség meg a betegség között ugye a különbség, hogy egyszer csak fáradtak lesznek. Tehát már túl sok. Tehát ez kicsit olyan, hogy hát annyit tegye a táskádban, mennyit feltétlenül kell, mert ha minden nap még 25 kilóval többet teszel, szóval egy idő után aztán az túl sok lesz. És mondhatnád, hogy hát nekem meg csak ott jön 25 kiló, de azért egy idő után mégiscsak. És a gyűrűnek is ilyen hatása van? Új gyűrűnek? Igen, nem is véletlenül szokták ugye megfelelő újra tenni, de hát ezek mind ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen újfajta módik. Ezeket, ha megnézed a törzsi életben, ilyeneket nem csinál. Atlantis gyűrű is mutatott. Törzsi életben nem szoktak ilyet csinálni. Ezek érdekes dolgok. Ha már a gyűrűről, hadd mondjak el egy történetet. A Titikaka-tóban van egy sziget, ahol még egy olyan nép él, egy olyan törzs, amelyik több dolog mellett érdekes, amelyik úgy különbözteti meg, hogy ki az, aki házas, vagy eljegyzés alatt van, vagy még szabad, hogy olyan mintájú sapkát hord. Magyarország. És a népviselet. Magyarország. És ott két nagyon érdekes dolog történt. Ugye maga a tó, hát ez többé-kevésbé a víz az vízszintes, ha bár ez sem teljesen igaz, mert a különböző elektromágneses környezetnek megfelelően azért sem teljesen igaz, de azért nem annyira nagy, tehát 1950 méteren van a vízfelszín. 3950 méteren, 3950 méteren van a vízfelszín, és nagyon érdekes volt, mert na ott már, ugye ahhoz, hogy oda menjünk, Cuscóból mentünk át, ahhoz át kellett menni egy hágón, az 4100 valamennyi méter volt, ahol éppen, hát, olyasmi, mint a hóvihar, csak nem volt olyan sűrű hó, de a szél volt. Tehát éppen nagyon halvazott, ugye azért érdekes, mert az egyenlítő még közel van.
És ami az egyik érdekes dolog, amit én nem gondoltam volna, tehát azok, akik például Bogotában születtek a csoportból, és hát az ilyen 2600 és 3100 között van Bogota, tehát egyes részei már egy kicsit fönt vannak ott a körbelévő hegyeken, de ott a lapály az 2600 méter az alföldi része, tehát a lenti része. Tehát akik ott születtek és ott éltek egész életükbe, érdekes módon 4000 méteren már nem érezték jól magukat. Amire megérkeztünk a szigetre hajóval, tehát vitt minket egy ilyen nagyobb, mint egy vízibusz, egy ilyen hajó, szó szerint többeket támogatni kellett, pedig ilyen magas helyről jöttek, és ott a jó egy kicsit fölfelé kellett menni a szigeten, de mit tudom, 60 méter szintű többség volt a parton, tehát nem egy nagy szám. Tehát, hogy mennyire érdekes, hogy valaki hozzászokik ahhoz, hogy viszonylag számunkra nagyon magasan él, de egy kicsit följebb megy, és akkor ott az már teljesen új környezet neki. Nagyon érdekes, hogy ez mennyit tud számítani. És az európaiak jobban bírták ezt a 4000 métert? Páran voltunk Erbagból, mi bírtuk. Volt egy osztrák srác, meg volt svájci, nem emlékszem, hogy nekünk lett volna. Pont azoknak volt a csoportból problémájuk, akik egyébként magasan éltek. Nagyon érdekes volt ilyen szempontból. De visszatérve ezekre a dolgokra, tehát nagyon sok olyan dolog van, mint a jegygyűrű, vagy tehát különböző ilyen dolgok, mint a láncok, amelyek úgy tűnnek, hát ezt mindig is csináltuk, de nem mindig. Tehát a mostani kulturális hagyomány az egy nagyon új dolog. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami nagyon új. Tehát ahhoz képest, hogy milyen régóta itt vagyunk a bolygón, ahhoz képest ez nagyon új. Most akkor visszatérve ahhoz, hogy miért mondtam, hogy ez túlságosan kint van. Tehát én úgy érzem, hogy azok a nagyon mechanikus rendezettségek, amiket itt igyekszünk, de főleg az ipari termelés meg ilyen se óta kialakítani, azok nem felnek meg a csi áramlásának. Leginkább úgy kéne szerintem a székeket elrendezni, ahogy a virágokon a szirmok vannak. Tehát ha megnézitek, hogy milyen egy doboz, vagy a virágoknak a szirma, tehát ezt meg lehet nézni a brokkolit, a karfiolt könnyen, vagy érted, hogy most van nálunk articsóka, tehát meg lehet nézni az articsókát, és akkor rögtön látod, hogy annak milyen az elrendeződése. Tehát szerintem energetikailag az lenne a legjobb, ha úgy lennének berendezve mondjuk egy koncertteremben is a székek, hogy követnénk így a virágszirmoknak az arányait, tehát a logikáját, és akkor szerintem jobban éreznék magukat az emberek egy-egy ilyen helyen. Meg az előadó is valószínűleg jobban érezné magát. Csak hát ezt nem olyan egyszerű most akkor elkezdeni így a székeket berakosgatni, de mondjuk egy ilyen kis helyen lehet, hogy meg lehetne próbálni. Maga a kör az egy érdekes, persze kör, hát ez sem teljesen kör, de minden esetre egyfajta íve, mondjuk így, hogy van egy íve a dolgoknak, és akkor lehet, hogy így jó. Akkor, mivel ti így először, ugye, vagytok most itt, vagy voltam? Egyszer voltam. Igen. Tehát ugye maga a csí, ami szó szerint az életet adja, ha bár most már a fizika azon az állásponton van, hogy magának az anyagi megnyilvánulásnak, tehát hogy az anyag mint olyan lehet, ugye az alapja, ez, tehát ez áramlik bennünk, ez van. De nem szoktuk megfigyelni. De nagyon könnyen megfigyelhető, ha
nem csak ilyen értelemben a szemünkön keresztül tekintünk a dolgokra, és nem csak itt a fejünkben vagyunk. Amivel szoktam kezdeni, nem mindenhol, mert most megint, ugye, ha tehát bizonyos helyeken, ha dolgozom, akkor elkezdjük először a kezünkkel. Esetleg próbáljátok meg egy pillanatra, hogy érzed, hogy mintha lenne valami a két kezed között. Figyeld meg, hogy a két kezednek például az ujjai, egy kicsit pronálsz meg, szupinálsz a csuklóddal, tehát ilyen picit így mozgatod, és olyan, az túl nagy mozgás, kicsit kevesebbet. Akkor is összeér, amikor még nem ért össze. Érzed? Mintha egymást megérintenék. Na, tehát ilyen értelemben a te biotered, vagy a te élettered, a te csímeződ nagyon könnyen érezhető. De azért nem a kezekkel kezdünk, mert így is nagyon sokat használjuk itt ezt a felső részt, és nekem az a tapasztalatom, hogy jobb, rögtön kiegyenlítődést is hoz, ha a másik oldalra kezdjük, tehát elkezdjük a sarokkal, a bokával, és aztán érezzük, mindenki szokta érezni a talpa alatt, hogy folytatódik a lábújat, így is össze tudunk kérni, hogy ilyen messze vagyunk egymástól. Tehát ez rögtön részben egy kiegyenlítődést hoz, hogy nem csak ide figyelünk, de van egy másik lényeges dolog, hogy nekünk alap működtető energiáink vannak, és ebből az egyik az folyamatosan a bolygóból áramlik, és ezt jó, ha megtanuljuk használni, mert ez nagyon sokat segít abban, hogy egyenletesebben működjön a szervezet. Tehát azt szoktuk csinálni, hogy van, aki jobban szereti így, van, aki így, vannak csoportok, ahol így csináljuk, hogy a tenyerek így kvázi folyamatosan egymás felé néznek, de elkezdjük a sarkat figyelni. Figyeld meg, a sarok az viszonylag könnyen érezhető. Nagyon jó, megy is. Mert ha nem, akkor mondta volna, akkor így enged ledobbanni. Párszor, de megy, úgyhogy nem kell. Judit, neked? Milyen ma a sarok érzeted? Tessék? Még várni kell egy kicsit. Akkor így enged ledobbanni egy párszor. Így fölhúzod, és úgy leesik a gravitáció miatt. És senki nem szól alattunk, hogy izé. Magos vagyok. Hát engedd el. Tehát az a lényeg, hogy úgy merjed elengedni a sarkad, de nagyon messzire nem fog esni. Ez az. Na, és akkor most már meg tudod figyelni, ennyi már elég, mert ott már keletkezett annyi vibrációs érzet, hogy tudod érezni a sarokcsontot is, meg a körülötte lévő, ugye azzal, hogy így lehuppant a lábad, azzal azok az ízületek is érezhetőek, amelyek a sarokcsont körül vannak. Tehát ezt szoktuk elkezdeni érezni. Nagyon jó. És akkor onnan a sarokcsonttól nagyon könnyű érezni a bokát, és ha már az ember érzi a sarkát meg a bokáját, akkor utána viszonylag könnyen tudja az egész lábfejét, lábujjait. Ugye azt szoktam mondani, hogy ez egy belső turizmus, tehát amit gyakorlunk itt, hogy bejárjuk önmagunkat. Tehát ez egy belső turizmus, hogy mindig elérhető, és ebben egyetlen dolog meglepő van a legelején, utána már nem, hogy tovább tudjuk érezni magunkat, mint a bőrünk által határolt terület. Tehát tulajdonképpen már az első alkalommal találkozunk azzal, hogy mi sokkal-sokkal
nagyobb rendszer vagyunk, mint amit a bőrünk határol. Hajni, te is tudsz érezni, hogy ahogy érzed lent, mintha egy pici-pici áramlás lenne, és látom, hogy már a térdeid is aktiválódnak. Akkor tudod érezni a térdeidet is. Judit most jobban áramlik? És érzed a lábujjadat is? Figyeld meg, hogy összeérnek a lábujjaink. Érzed a sípcsontodba is, hogy ott is aktiválod már az áramlás. Tehát először az ember olyan kis bizsergésszerű dolgokat érez, de ezek a bizsergések teljesen más minőségűek lehetnek. Tehát ahogy például a sarokcsontot beálljuk, ugye azt szoktam mondani, hogy akkor az ABC-jét megtanuljuk ezeknek a dolgoknak. Tehát különböző érzetek vannak, nem egyforma a sarok. Rész hátul, az Achilles-tapad, oldalt, alul, tehát más-más érzetek vannak. És akkor Csenge, nálad is látszik, hogy már elérte azt a fokot az aktiválódást, hogy valamit érzel, hogy valami történik az alsó lábszáradban is. És utána most már azt is érezheted, hogy a térdednél is tulajdonképpen. Tehát ahogy a sarkadat, és mindig amikor egy kicsit elbizonytalanodik, vagy elkalandozik az ember, akkor visszatérni a sarokhoz, visszatérni a bokához, és az segít, hogy ez az egész még konkrétabb legyen. Egyik van neked most már egész jól föláramni, tehát a medencéig. Meddig érzed? Térdig. Térdig érzed? Mm. Nem baj, ott csináljad, én már látom, hogy már. Megy, csak még valószínűleg nem érte azt a sűrűségi szintet, amit már te is érzed. Mm. Tehát csak ott figyeld meg lent, és úgy tudod segíteni, hogy mindig lejjebb megfigyeld a talp alatt. Tehát ahogy a lábfej körüli zónákat jól megfigyeljük, ahogy meg tudjuk figyelni a talp alatti összeköttetéseket, ez automatikusan annál jobban tud áramolni. Gábor, meddig érzed lefelé? Középpontig. Nagyon. Nagyon fontos, hogy ott mindenféle járatokat ott jól bejárjál. Ásványok. Mindenféle járatokat jól bejárjál, és azok, mert meglátod, megteszik a hatásukat, hogy melyiknek hol van még helye.
látom, hogy te már nagyon színeseket látsz lefelé. Idő után ez ilyen, hogy olyan nagyon részletgazdag, amit lefelé látunk a talpunk alatt. Elektroneket még a segít, ha nagyon részletesen bejárod a sarkkal, bokád, láb, középcsontokat, tehát nagyon... Tehát ott minden kis porcikádnak szüksége van a figyelmedre. Tehát mind várnak arra, hogy én mikor kapok, én mikor. Tehát nem, ők még nagyon várnak rá, hogy ott mindent bejárt. Csak elviszik a kicsit szépelők úgy, én azt próbálom, hogy lássam azt. De ehhez segít az, hogy megfigyeled sarkad, bokád, és azok a pici-pici, amit látsz, az összeköttetés, így a bolygóval, azt kövessed, szintén figyeljed, ott járd be, és minden pici morzsáját jól figyel meg. Hát lesz a másik oldal? Másik törzs, amelyek ilyen úszolnál szigeten él. Kell egy viszonyításiba. Elcsúsztam. Akkor azt csináld, amit az Attilának szoktam mondani, hogy a jobb és a bal oldalt így közd össze. Jó. Jó? Te vagy a stabil pontig. Szépen közd össze. Ah, az jó. Miklós, ma vidám hangok az energiáid. Illetve a százgugolás lesz benne. Ha nagyon jót tesz, nyugodtan oda menjek kigugolni százat, és akkor vidám nagyon jót tesz. Húszat vagy majd, nem? Hát többször húszat. De most jobban áramlik, tehát hogy mondjam, olyan könnyedebb az energia, tehát nem érzed úgy, hogy olyan blokkoltak. Nem, most úgy érzem, hogy ha két talpon van, két csőben, egy kút lenne, igen. Így föl minden, még egy kis talapkát is minden. Nagyon jó, figyeld meg minden részét.
Ahol él? Hát ugye, azt érzem, mint eddig szoktam. Illetve, mintha én táplálnám a földet. Hát mi? Ha van, akinek a földet is táplálni kell. A tenyeremből érzem, hogy... Onnan áramlik és a földnek. Legyen, hát hogy örül neki a föld? Ez nagyon. Még adjál neki, és akkor egy időt látod. És visszaküld. A nevedben is benne van, hogy ilyen fényes vagy. De az ilyen megcsenge, hogy az jobb, ha nem keresztüled az ujjaidat, hanem úgy tudod tenni, ha megmutatom, így tudod tenni, ha össze akarod fogni. És akkor az segít, az nem blokkol. Nálad áramlik mindenhová, úgy látom. Én is sűrűsödik, de érzékenem följebb, és eljött a legsőbb. Igen. Majd de már nagyon szépen mindenhol áramlik. Nagyon jó. Itt tulajdonképpen az a lényeg, mint az ízeknél. Tehát nem mindig azt kell, hogy sokat tegyünk, hanem olyan ízt tegyünk, ami érezzük, hogy most jót tett. Tehát, hogy az a minőség, és akkor érzed, hogy ú, most, ami történik mondjuk a térdemben, ú, ez most jól tesz. Akkor egy kicsit többet odafigyelsz a térdedre, és mindig tudod még táplálni, hogy visszamész megint a sarkadhoz, bokádhoz, lefelé a kapcsolatodhoz a földdel, és akkor érzed, hogy hú, jön, és akkor még jobban oda tudok figyelni arra a részre, ahol most olyan fontos minőség van. De nagyon jó, látszik, hogy nagyon szépen áramlik mindenhol. Az is lehet, hogy elektroniket. Lehet, hogy ebben a tartásban kéne csinálni, meg akkor is, ha nem mész nagyon mélyre. És akkor hagyd ott nyugodtan is. Picit. De akkor teljedjük a körülbelül. Hát ez az teljesen más minőséggel. Teljesen más minőséggel. De az nagyon széles, az egy kicsit túl széles, nincsenek akkor a vállait. És akkor... Összerakom a hajam. Jó. És akkor... Tehát nem... Az a lényeg, hogy rögtön nagyon mélyre menjél, hanem hogy a térdedet azt így egy picit kinyomod, ez az, hogy nagyjából a lábfejek között legyen. Az a lényeg, hogy így a karodat így tartod, ez az, ez az. Nagyon jó.
Judit, te is próbáld meg, hogy megérinted egyik lábaddal a másikat. Tehát, hogy energiát nem kell oda tenni, érzésben megérinted, ugye csimetőjével. Először csak a bokádat, egyik bokáddal a másik bokádat érinted. És utána fordítva a másikkal az egyiket. Tehát ilyen icipici mikromozgásokat csinálhat, de többet nem. Ez. Nagyon jó. Érzed, hogy így sokkal intenzívebb van, mint értem. Akkor az egész belső lábélettel meg tudod érinteni a másikat. Tehát érzed, hogy nagyon jó. Egyik, másik, mindkettő. Egyik, másik, mindkettő. És akkor érzed, hogy csak lassan. Na neked jól megy most. Én látom, hogy a gerincedben is nagyon jól aktiválódik. Igen, nagyon jó. Nagyon jó. És akkor üljél egy kicsit ennek rá, és akkor érezni fogod, hogy most könnyen megy. Csak folytasd, és akkor így érzed, hogy most könnyen tudod érezni. És a súly a sarkon, a nagy része a sarkon van. Ez. Nem kell felemelni a lábujjakat, csak oda is a sarkon.
Krista, ki melegedett a kezed? Igen, de a lábom is fázik. Hát nem baj, de már a kezem is kimelegedett. Nagyon jó. De ez egy másfajta fázás, azt látom, hogy nem. Ez bírhat. Ugyanakkor a vádlidat megérzed. Mindig próbáljátok, amikor úgy érzi az ember, hogy valahogy még vannak elakadások, teljesen mindegy, hogy hol, akkor a talpad alatti kapcsolatot, ha jobban bejárod, annak minden járatát bejárod, és ezáltal azt jobban működővé teszed, akkor a küld elég segítséget, és akkor megszűnnek ezek a blokkádok. Tehát sokszor érzi az ember, hogy idáig megy, de onnan nem megy tovább, viszont amikor a talpad alatt még ott egy picit finoman bejárod, akkor valahogy megszűnnek ezek a fenti blokkádok. Meg az elején tényleg nagyon sokat kell még ott barangolni a boka és környékén, tehát a lábfejben, mindenhol az. Az egy nagyon izgalmas terület, és ott tudjuk megtanulni a különböző érzeteket. És akkor ezeket az érzeteket tudjuk később mindenhol használni. Tehát mint egy ABC-t ott megtanulunk. Nagyon jó mindenkinél voltak komoly előrelépések, elmentjük ezeket a jó élményeket. Ugye, tehát itt a medence területén van tulajdonképpen az a központ, amit a japánok harának mondanak, ugye, kínaiak alsó tantjának. Tehát itt ennek a zónának a közepe, ami megegyezik a súlypontunkkal, tehát nem egy bizonyos szervvel, hanem a súlypontunkkal egyezik meg. Ugye ennek van egy ilyen információtároló képessége, és ha úgy könnyebb, akkor bal kezet, jobb kezet ide lehet rakni, közvetlen a köldök alá. És akkor lehet érezni ugyanezeket az érzeteket, amiket most éreztünk, ezeket lehet itt belül a középpontban is érezni.
érezhetitek, hogy azáltal, hogy itt a középpontban is érzitek, ezáltal szó szerint, mintha azt mondanám, hogy így beszívjátok, besűrűsítek az energiát. Tehát, hogy nem veszítjük el ezeket az élményeket. Lehet, hogy neked is majd állva érdemes, Krista, csinálni. Most nem, nem most, de majd a jövőben. Tehát szépen el kell kezdeni fölerősíteni ezeket az izmokat, amelyek utána ebben segítenek. Tehát ugye vannak azok a különböző, itt a medencei térséget, a angol kórházonak hívják, nem tudom, magyarokon. Tehát amit ugye fogod és ide megszorítod. Tehát az egyik egyszerű gyakorlat, ugye ez nagyon egyszerű, hogy csak itt leszorítod, tehát itt van egy homorulat, a lumbárisnak, azt leszorítod. És akkor megtartod, akkor kicsit pihensz, mondjuk 5 másodpercet, és akkor megint leszorítod. Tehát először ezt be kell gyakorolni, aztán lehet további, ugye, hasizom gyakorlatokat. Csinálni az egyik, ami előkészítés, nagyon sokat segít. És akkor, aki lovagol, annak az az előnye, hogy így kell tartani magát állandóan. Tehát mondjuk úgy, hogy nem tudna lovagolni, ha ez nem lenne erős. Tehát önnek ért megerősödik automatikusan. Ugye, aki meg nem, annak meg ezt állandóan pótolni kell valamivel. És akkor el kell kezdeni, még akkor is, ha nagyon kicsi kugolásokat az elején. Tehát ugye, amikor hajítom a térdem, akkor exorotáció van, és amikor nyújtom, akkor endorotáció. Tehát kifelé nyomom a térdem, amikor hajítom, és ilyen icipicivel is el lehet kezdeni. Tehát nem kell rögtön legugolni. És akkor figyeld meg, hogy ahogy csinálod, egy mélyebbre lész automatikusan. Tehát mondjuk egy bemelegítés sem árt ilyenekhez. És ezzel meg lehet erősíteni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a mai embernek ilyen értelemben nem elég erősek az izmai, nem tudja tartani magát. De ez a pozíció önmagában nem olyan nehéz, hanem szokatlan, tehát nem vagyunk hozzászokva. És hipererőssé tesz, tehát ha ezt tudok tartani. Ugye itt a lényeg ezekben, hogy nem a nagyizmokkal tartod magad, mert mindenki ahhoz szokott itt Európában, hogy a nagyizmok dolgoznak, és a pici izmok, azok hát egyáltalán vannak, ugye, mert nem is gondolnak rá az emberek. Tehát a pici izmok, amelyek a rotációs komponenst is csinálják, tehát tulajdonképpen azok tartanak ilyenkor. Hogy, hát ez nem így lötyög, hanem... Na, ez nagyon erős. Nagyon jó. Valakinek valamilyen észrevétele így közben volt, vagy amit megosztana? Igen, már nagyon régóta érdekel valami. Igen? Ugye vele? Ma is előhoztad, hogy akkor az innenságot, hogy éppen akkor nem olyan erősek, és azért betegszem meg. Aha, igen. Ugyanakkor, amikor egy ilyen influenza szedben van, akkor mindenkinek ugyanakkor lesznek gyengébbek a immunsejtjei? Igen. Tehát két dolog van, ezek az influenza szezonok részben időjárás függőek, tehát maga az időjárás, tehát a klimatikus viszonyok már erősen befolyásolják, hogy milyen az immunműködésünk. Ugye immunitás az annyit jelent, hogyha ezt úgy jól, tehát lényegileg, tartalmilag le akarjuk magyarra fordítani, akkor az egységem és az alkalmazkodó képességemnek a biztosítása. Tehát, hogy mennyire tudom biztosítani, hogy megtartsam az egységemet, és mindenféle ugye, folyamatos változásokhoz alkalmazkodni tudjak. Ugye, tehát ez tulajdonképpen, amit így immunműködésnek, vagy immunrendszernek hívunk, és aztán
egyre inkább rájöttünk az utóbbi mondjuk 3 évtizedben, hogy nagyon sok olyan részünk részt vesz az immunfunkciókba, amire előtte nem is gondoltunk, hogy azok is részt vesznek. Tehát kiderült, hogy többé-kevésbé minden részt vesz az immunrendszerben, minden az immunrendszer része, tehát nem csak bizonyos sejtek, amelyeket úgy leginkább, nem tudom, a laborleveteknél néznek, hogy hány van belőle. És főleg nem azt számít, hogy hány van belőle, az is számít természetesen, hanem főleg azt számít, hogy mire képesek, hogy ők mennyire, mondjuk úgy, hogy szelektíven működnek, tehát tudják, hogy erre ugornom kell, arra nem, és arra ugrik is, amire ugornia kell. Tehát aztán kiderült, hogy az immunrendszerben többé-kevésbé minden részt vesz a szervezetből, tehát nincs külön így immunrendszer. Tehát nagyon erősen a klimatikus viszonyok befolyásolnak, de van egy másik dolog, ami nagyon befolyásol, ugye, ami a családban nagyon jól megfigyelhető, hogy mint a stafétabotot átadják a normál téli influenzát, tehát szimpatikus alapon nagyon jól átveszik egymástól, és addig nem beteg, tehát mondjuk 5-en együtt laknak, és akkor az egyik az produkálja, nem tudom, a taknyos lesz, orrfolyás, esetleg kicsit hőemelkedése is lesz, vagy lázas, tehát így produkálják ezeket a szezonális tüneteket, és akkor a többiek csinálják a dolgokat. Aztán átveszi a második, akkor ez rendbe jön, de a többiek még mindig, hát egy légtérben vannak, azért sok dolgot teljesen együtt használnak, tehát mondhatnánk, hogy akkor pont egyszerre kéne, ugye, másnaptól mindenkinek betegnek lenni, de nem ez szokott lenni, hanem mint egy stafétabotot átadnak, és akkor a következő lesz a beteg. Tehát itt a szimpátia nagyon lényeges, aztán a következő nagyon lényeges az érzelmi viszonyunk ezekkel a dolgokkal. Tehát az ember, ha valamilyen szempontból megbántott, akkor is ugye egész más immunműködést mutat. Nem a sejtek száma változik, hiszen mielőtt megbántották, szóval úgy mondjam, ez egy 20 perc alatt nem változnak annyit ezek a sejtszámok. Tehát mielőtt megbántották is ugyanannyi immunsejtje volt, meg a megbántódás után is. De utána érdekes módon viszont sokkal inkább fogékony fertőzésekre az ember. Tehát arról van szó, hogy ez is nagyon számít, hogy érzelmileg milyen állapotban vagyunk, de nem csak egy megbántottság számít, hanem sok más dolog, és nem csak a családon belül van ilyen szimpátia alapú átvétele a dolgoknak, hanem tágabb értelemben is van ilyen. És aztán lehetne azt is mondani, hogy vannak egyéb konstellációk is, amelyek ebbe jelentős szerepet játszhatnak. Tehát maga az immunrendszer, ugye a 20-as, 30-as években nagyon sok ilyen mérést folytattak, az egyértelműen a nap koronájában lezajló tevékenységekkel mutat egyenes arányú összekötetést. Tehát teljesen tükrözi itt a Földön az élő szervezet immunképessége a változásokat a nap koronájában. Tehát nem csak akkor, amikor óriási napkitörések vannak, hanem egyébként is ott vannak viszonylag jelentős változások, és ennek a függvényében változik a mi immunrendszerünk teljesítő képessége. Tehát nagyon sok olyan tényező van, ami még ebbe így belejátszik, de azért szoktak, azért főleg télen, ugye tipikus influenza járványok lenni, mert a klimatikus viszonyok másak, és akkor a hűvös, nyírkos levegő az egy más alkalmazkodó képességet kíván, és nem mindenki tudja azt produkálni. Meg hát azért gondolj bele, hogy télen kevesebb a napsütéses órák száma, de most nem csak a vitaminhiányra gondolok, hanem pusztán arra, hogyha mindig ugyanakkor kelsz fel, ugye, mert a mai munkahelyeknél nincs ilyen, hogy hát majd hozzáigazítjuk az órát, érted, hogy később kell fel a nap, akkor 2 órával később kell munkába menni. Tehát valójában ez is egy ellentétes cselekvés a természet rendjével, hogy korábban
kell, tehát akkor sötétben kell az első működési órákat teljesíteni, vagy tulajdonképpen este mondhatnánk, hogy aki a tyúkokkal fekszik, de hát a városban senki nem fekszik a tyúkokkal, tehát főleg télen nem, és akkor 4 óra után sötét, és akkor az emberek még simán 10-ig vagy 11-ig mindenki fönt van. Tehát most gondolj bele, hogy az immunrendszer azért ezt is valahogy lereagálja, hogy nem együtt működsz a természettel, mert korán sem a tyúkokkal fekszel. Tehát ez egy lényeges dolog, hogy miért alakulnak ki, és egész más ugye az embernek a városi környezetben a lehetősége, vagy hogy mondjam, a terheltsége, akkor így mondom, és akkor aszerint más az immunképessége is, mint egy, mondjuk úgy, hogy még természetes közegben. És akkor az is, hogy Magyarországon is télen van influenza járvány, meg Ausztráliában is télen van. Uh-huh. Nem mindenhol a világon egyszerre, hanem amikor tél van. Igen. De most nem volt, hogy volt a Covid. És Brazília vagy Argentinában se volt. Igen. De valószínűleg talán mégis, hogy nem tudom, hogy... Ugye mindenki maszkot hordott, meg kötelező volt. Az USA-ban, ahol ugye volt egy-két hely, ahol elkezdték a boncolásokat, soha egyetlen Covidost nem találtak, aki Covidban halt van, ezt a legkomolyabb mondom, a németek is csinálták, soha, nagyon híres egyetemek csinálták ezeket, akik nem tartották be ezeket a szabályokat, hogy most nem szabad boncolni, és soha egyetlen Covidost sehol nem találtak. Megmutatták, hogy melyik hagyományos influenza, ami kimutatható, mint halálok, de egyébként vagy több más halálok volt, ugye, tehát ami egyébként is volt neki, mint krónikus betegsége, vagy olyan influenzák, amik a szezonális influenzák. Csak természetesen ezzel a PCR-rel bárkiben bármit ki lehet mutatni. Tehát azt tudom mondani, hogy a légköri áramlások miatt ha valahol megjelenik egy vírus, az 6 napon belül bárhol kimutatható a Földön. Tehát a légköri áramlások miatt. És ezért mindenhol mindenféle molekula jelen van. Persze nem olyan nagy számban, egy molekula nem olyan nagy. Tehát még egyszer az nagyon pici dolgok. És ez a módszer, ez a PCR módszer, ez egy olyan hihetetlen nagyításra képes, hogy ha egyetlen molekula van nálad, valamiből, azt kimutatja. Ez az egyik. A másik, akik elemezték egy kicsit jobban a magukat, a teszteket. Mindenhol az jött ki, hogy a jelentős részük eleve már kontaminált volt. Tehát semmi, tehát érted, laboratóriumban csak a tesztet nézték meg, a abszolút steril tesztet. Tehát ott bontották ki, hogy megvizsgálják, és akkor kiderült, hogy maguk, amivel veszik a mintát, már azok tartalmazták ezt a molekulát. Amit vizsgáltak, hogy van-e. Érted? Tehát, hogy... Tehát erről is vannak komoly mérések, elég komoly helyekről, úgyhogy azt tudom mondani, hogy itt ezért a kamugyártás, ez jelentős. Tehát én nem azt mondom, hogy nincsenek koronavírusok, mert a 1975-ben, ha jól emlékszem, már megjelent egy nagyon komoly cikk arról, hogy USA-ban végeztek egy elég nagy populáción mérést, évekig, és azt állapították meg, hogy ha egy influenza szezonban valaki háromszor orvosi ellátásra szorult, tehát nem csak úgy egy kicsit nincs jól, és ezért, ha valaki egy influenza szezonban háromszor orvosi ellátásra szorul, az 85%-os valószínűséggel koronavírus fertőzésben szenved. Tehát én nem azt mondom, hogy nincsenek, meg ugye mindenféle ilyen nemesítései vannak ezeknek a különböző kórokozóknak, de tapasztalat azt mutatja, hogy itt egyéb csalafintasságok is történtek. Itt azt szokták mondani, hogy mivel ugye eltűnt az influenza, hogy a koronavírusnak jobb a piárja. Tehát erről nagyon komoly mérések születtek, és utána lehet nézni, és aztán ezek a... Tehát vannak ilyen összefoglaló tanulmányok megfelelő egyetemekről,
sajnos itt egyéb manipulációk vannak, de addig nem volt túlhalálozás, hogy nem kezdődött meg az oltást. Tehát ilyen egyszerű helyzet, hogy akkor ez szintén jelez valamit. Meg hát erre megy ki már évek óta. Itt Magyarországon nincsenek hozzászokva az emberek, hogy az oltás veszélyes. Mert általában, amiket használtak eddig, ezek magyar gyártmányok voltak, és hogy mondjam, nem voltak belekeverve olyan dolgok, amelyek nyugaton már nagyon régóta bele vannak keverve az oltásokba. Tehát nyugaton már nagyon régóta ilyen szervezetek vannak, főleg a szülőknek vannak szervezetei, hiszen amikor a kisgyerek kapja az oltást és látják, hogy utána igen komoly problémák keletkeznek, tehát azért valamit megpróbálnak csinálni. Tehát az utóbbi 30-35 évben nagyon komoly szervezetek álltak fel, amelyek a kisgyerekek oltásából eredő károsodásokat vizsgálták, és azt tudom mondani, hogy ezek a szülők, meg akikkel együtt dolgoznak, azért értek el eredményeket, és még egyszer nem véletlenül. Tehát ők nem elvi alapon nézték a kérdést, hanem látták, hogy mi történt. Hogy milyen volt a gyerekem oltás előtt, és milyen lett a gyerekem oltás után. És akkor ezt azért komolyan vizsgálják, és sajnos olyan anyagok vannak az oltásokban, amelyeknek nem szabadna abba lenni. De az élelmiszerboltokban is olyan anyagok vannak, aminek nem szabadna abba lenni. Érted? És az emberek azt nézik, még a mai napig csak azt nézik, hogy mennyibe kerül. És 10 forinttal olcsóbb az egyik, akkor azt veszik meg. Tehát ez a baj, hogy nem azt a részét kéne vizsgálni. Először azt kéne megvizsgálni, hogy emberi fogyasztásra alkalmas-e. De arról is vannak ilyen elég nagy tanulmányok, hogy egyáltalán az oltásoknak mi az értelme. Ez komolyan mondom. Tehát még egyszer, ugye az oltás az egyfajta homeopátiás gondolaton alapszik. De akármilyen szimpatikus a gondolat, ha megnézzük, erről vannak nagy tanulmányok, akkor az elég kétséges, hogy valaha bármilyen oltásnak volt eredménye. Tehát a tapasztalat az, hogy azoknak az oltásoknak volt eredmény nagyban, amelyek már egyébként is lecsengtek, mint betegségek. Tehát mondjuk a higiéniás körülmények jobbak lettek, és akkor utána, hogy jobbak lettek a higiéniás körülmények, akkor eltűnnek bizonyos dolgok. Aztán, ha nem lesznek jók a higiéniás körülmények, érdekes módon visszajönnek. Tehát maga azt rejtik el, hogy az ember a szó szerint olyan, mint egy nagy állatkert. Tehát minden van bennünk. Ezt komolyan mondom. Tehát minden. És az fog megerősödni, aminek a táptalaj kedvez. Tehát ezt az oldalát is meg kéne nézni a dolgoknak, hogy mire adsz lehetőséget, tehát milyen táptalajt biztosítasz te, mert olyan dolgok fognak szaporodni. Én ugye mindenki kaptam TBC oltást, és voltam TBC fertőzött. Utána? Aha. Igen. Megkaptam. Ez a lényeg, amit most mondtam, mibe adott táplálékot? Hát igen, de pszichésen is ez a lényeg. Tehát úgy tudom mondani, hogy Pasteur is tulajdonképpen, ha megnézed, ugye azért élete vége felé ezt ő is visszavonta. Tehát tulajdonképpen elismerte, hogy a táptalaj a lényeg, tehát hogy nem a úgynevezett kórokozók fertőzik meg az ember, és a mai mérés technikával meg egyértelműen meg lehet mutatni, hogy minden mindenhol jelen van. Hát akkor meg, ha minden mindenhol jelen van, akkor tényleg azt mondod, hogy én milyen stabil vagyok, mondjuk így. Felébresztettem a masszert. Aha! Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mert nem alap immun képességekkel nyitunk. Tehát az átlag, a nyugati világban az átlagember, az... Köszönöm. Tudod alatt az járkét nyilván. Persze, ez nem is kérdés. Tehát
Tehát a mai világban sajnos a kiindulási pont néha nagyon rossz, mert elfelejtjük, hogy egy immungyenge állapotban lévő közösséget vizsgálunk. Tehát ez nagyon lényeges. Na most, ha csak azt nézzük, hogy mennyi benzingőz van a levegőben, hát semmi más nem nézem, hogy mennyi gumi. Na most évente hány tonna gumit, ugye, használunk el? Hát ez az, valahol van. Hát ez nem tűnik el rögtön a intergalaktikus térben, az itt van. Tehát ezek mind itt vannak, ezek a évente hány millió tonna higítót használunk. Tehát egy csomó dolgot már nem úgy higítunk, de azért ahhoz, hogy másik higítót lehessen használni, azért szintén felhasználunk egy-két nagyon izgalmas kemikáliát. Tehát, főleg a rólamentes benzin nagyon veszélyes. Tehát a tolóval miatt. Igen. Tehát azt tudom mondani, hogy erről már 80-as években nagyon komoly kutatások készültek, akkor egy csomó festéket és italt kitiltottak Európából. De tehát azért ezek valahol itt vannak, valahol a levegőben vannak, és a nagyváros levegője az olyan, hogy itt garantáltan mindenki immungyenge. Tehát saját magához képest egy óriási csomaggal jár, érted? Tehát, hogy mintha nem is 25, lehet, hogy 50 kiló követ vinnél állandóan még magaddal. És egy kész csoda, hogy a szervezet ennyire alkalmazkodó képes, és ezt így bírjuk. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy minden le van aszfaltozva, és ha rásüt a nap, akkor az is kipárolog. Mert azért szagold meg az aszfaltot, amikor rásüt a nap. Tehát azt tudod, hogy milyen, amikor ott aszfaltozzák az utcát, ahol éppen jársz. Nem? Hát pont ugyanaz történik kicsibe, amikor rásüt a nap. És a másik, hogy elektromágnesesen. Tehát nem kapod meg azt a teret. Tehát egészen egyszerűen, tehát halott közegben vagy, mert minden leárnyékolja, plusz még millió egy olyan rendszert létrehoztunk, ami ontja ránk, szó szerint ontja ránk a nem kívánatos hullámokat. Tehát ez a közeg, amiben élünk, ez nagyon messze van a normálistól. Tehát azért vagyunk kénytelenek mindenféle ilyen túrót kifejleszteni, mert valamivel ezt is regenerálni kell. Tehát ugyanúgy, ahogy vannak cégek, amelyek most talajbaktériumokkal regenerálják a szennyezett talajt. Ugye, mert hál' Isten vannak olyan élő szervezetek, amelyek megemésztik valahogy a szennyező anyagokat, és akkor mit tudom, egy fél év alatt, egy év alatt az a terület már használható lesz. Hál' Isten. De ezeket, szóval minden szinten meg kell találnunk ezeket a megoldásokat, és nem arról van szó, szóval pont nem a széndioxidról van szó, meg ezekről a dolgokról, hanem sajnos az egyéb nagyon erősen immunoszupresszív hatást gyakorló anyagokról van szó. És meg kéne találni, tehát nem véletlenül, hogy mondjam, most már árulnak újra bio ruhadarabokat. Tehát ez nem egy nagy zolás. Hát a 80-as években ugye nagyon sok allergiáról kiderült, hogy amikor divatba jöttek ezek a ilyen Disney filmeket idéző ágynemük. A gyerek attól beteg, hogy olyan nagyon csili-vili ágynemüje van. Ugye? Tehát persze, hát egy az egybe lehet, mint a filmet nézne, olyan élénk színekkel ezeket a jeleneteket a rajzfilmekből rányaltatni, csak hogy annyira élénk legyen a szín, annak volt egy ára, és akkor kiderült, hogy ez nagyon gyorsan túl allergizálni például, de nem csak allergizálni, hanem mindenféle egyéb immunfolyamatot ugye elindít. Csak ennyi, hogy milyen minőségű dolgokat hordunk. Tehát ahogy festjük, tehát ez már mind nagyon messze van a természetestől. Hát akkor most, hogy mindenféle olyan anyagot használunk, ami visszaveri a testhődet, ezek nem csak a testhődet verik vissza, hogy mondjam, hogy ez nagyon sok dologgal vigyázni kéne, hogy mennyire használjuk ezeket a dolgokat. Még egy dolgot akartam mondani, hogy vannak bizonyos anyagok, amelyekkel viszont nyugodtan körbe lehet ilyen értelemben venni a testrészeinket, tehát nem véletlenül használnak bizonyos növényeket,
vagy a sejmet, tehát olyan anyagokat, ilyen célra, amelyeknek a csí vezető képessége más. Tehát vannak olyan anyagok, ugye a legjobb, amit így fejből tudok mondani, ez a sejem, amelyek például segíteni tudnak. Tehát ha lehetősége van valakinek, akkor holdjon sejem alsó nevűt. Az segít, vagy sejem ágy nevűt. Ugye azt lehet venni sejem ágy nevűt. Tehát az nagyon sokat tud segíteni, mert az megint vezeti a csit. Tehát ha nagyon hasonló az elve, mint a mi készülékeinknek, hogy mindenhova el kell gyűjtsön az információ, ne legyen sehol blokkolva. Tehát. És ezek az anyagok, ezek ebben tudnak segíteni. És a gyapjú nem ilyen? Egy kicsit a gyapjú is ilyen, de sokkal kevésbé, mint a sejem. De a gyapjú is, meg hát a gyapjúnak a másik oldalon van óriási előnye. Ugye azért lesz büdös a ruhád, mert bizonyos baktériumok, amelyek természetes részét képezik a te flórádnak, azok elszaporodnak abban a ruhában. Na most, ha gyapjút hordasz, ugye azt nem kell, nem hogy óránként mosni, hanem a gyapjút nyugodtan hordhatod egy hónapig mosás nélkül, mert amikor megszárad, tehát viszellőzik, akkor megszagoltod teljesen szaktalan. Tehát más flórát tud neked biztosítani a gyapjú. Tehát a gyapjút azért praktikus hordani. Lehet kapni, ezt is a Mantex volt, tehát ez gyapjú, ezt lehet kapni. Vagy ez is gyapjú, és akkor nem kell az oknidat kimosni, tényleg csak két hetente, vagy havonta. Tehát lehet kapni, most már itt is, ilyeneket. Tehát tulajdonképpen a régiek erre nagyon odafigyeltek, hogy olyan dolgokat használjanak, amelyek a csi áramlást ne akadályozzák. Tehát ez szempont volt. Az építkezésnél is, hát a mai építkezés, ugye azt nézi, hogy mondjuk úgy, hogy akárhogy felszabdalják a hegyoldalt, ott vannak telkek, és akkor azt nézik, hogy lehet a legtöbbet beépíteni belőle, de soha nem tájolják, nem nézik meg az egyéb sugárzásokat. Tehát a mai ember ezeket viszonylag figyelmen kívül adja. Meg odarak simán komoly elektronikát az egyik oldalra, és a fal másik oldalára meg odarakja a fejét, érted? Tehát azért nagyon sok olyan folyamatosan megterhelő hatás van, amely megterheléseket, ha összeadjuk, akkor kiderül, hogy valójában ez egy kis csoda, hogy még éled az ember, mert látszik, hogy a szervezet hihetetlen teherbíró, mert még ezt is bírja. Tehát nem figyelünk oda, és egy csomó dologgal terheljük magunkat. De a legerősebb terhelés szerintem akkor is a pszichés terhelés. Tehát nem kéne az embernek állandóan magát azzal ijesztgetni, hogy most nem tudom, lezuhant egy busz Tanzániában, nem tudom hol, vagy érted? Tehát, hogy milyen egyéb zavargások vannak, nem tudjuk, a világ végén valahol. Tehát folyamatos ijesztgetés, amivel foglalkozik az ember, és itthonról is csak azt mondják be, ha valami baj van, azt nem mondják be, hogy valami jól megy. Tehát miért nem foglalkozunk azzal, ha valami jól megy? Hát nem, hát az lenne hát nekünk a példamutató az lenne, ha azzal foglalkoznánk, hogy valami jól megy. A példamutató nem az, hogy azzal foglalkozunk, hogy valahol valaki megverte a feleségét. Én értem, hogy ez egy nagyon csúnya dolog, csak nem biztos, hogy mondjam, ez a legfontosabb országos hír. A félelemtől meg tönkre megy a veseenergiája. Tessék? A félelemtől tönkre megy a veseenergiája. Igen, tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy az embereknek, ugye itt néha beszéltünk ötelemtanról, meg majd talán beszélünk, de az embereknek ezt figyelembe kell venni, hogy vissza kell találnunk egy olyan életbe, ahol van életcél, van egyáltalán bármilyen támpontunk. Tehát ma az emberek viszonylag támpont nélkül élnek, és ez aztán hihetetlen megterhelő. Tehát nincs rend, hogy úgy mondjam, egyáltalán jelen az életben.
Annak ellenére, hogy ti is sokat küzdöttetek. Sikeresen sokat küzdöttetek, de nem ez lenne a normál. Tehát, hogy mondjam, nem ez az alap. Ha megnézünk egy filmet is például, és annak jó a vége, akkor az embernek a jó érzése van. Persze. Jaj, hát a régi görögök még tudták, hogy kell fölépíteni a drámát, és a katarzisnak a szerepe. Hát a katarzisnak az a szerepe, az ember átélje azt a minőséget. Ugye? Tehát az nagyon lényeges, hogy átéljük a minőségeket, az archetípusokat átéljük. Ez a katarzisnak a lényege. Hát azért sajnos nem mindig erre megy ki a játék manapság. Pedig a katarzis az nagyon-nagyon fontos mindenhol. Akkor volt köszönöm. Gábor, az ebben a kérdésem, hogy akkor mikor csináljuk ezt a filmet? Mert most jövő héten, vagy a amikor megy nekem a matizikba, a szállítan mázsa. Három napos mollat. Kettőt.